Putar ya lo tocó a cámara. La buktam. Amici, amici, történik. La buktam. Hello, hello. Mi van veled? Gyerekek, Piskolti, Kemény, személyesen, Petrópez. Ali. Közösen köszönünk be innen Tökörről, Sebességfesztivál, ez a vlog így fog kezdődni. Tartsatok velünk ebben a részben is. Szevasztok! Ali! Ebben a vlogunkban azt fogjuk nektek bemutatni, hogy miről szól egy ilyen nap itt Tökölön. Milyen autók vannak, amikor nemzetközi verseny van, illetve hogy hogyan is szólnak ezek a pályán. Egy kis hangulat videóként képzeljétek majd el ezt az egész vlogot. Cseh barátaink is itt vannak. Tavalyi Európa bajnok, ha minden igaz, turbós ember. Kupés itt van, azt mondd el azért, hogy E39 kupés. Ja. Folytathatod, Máté, a történetet, amit délelőtt elkezdtünk az E39-ről. A második fele. Srácok úgy gondolták, hogy egyetlen egy turbóval oldják meg a V8-nak a töltését. Tudod pontosan, hogy hány méter csővel sikerült ezt megoldani? Egy ilyen fejem méretű turbó, tehát hogy nem tudtad, hogy ott van mellett. Ez történik akkor, srácok, amikor felgyúlod a hátsó kerék. Mi van, apa? Nincs pénz tetőre? Mi van? Elfogyott a lóvé az építés közben. Elérkeztünk egy Nissan Skyline-hoz, amiben nem akármilyen szívdobog. Japán technika, amerikai szívvel. Ez döntse el mindenki magának. Írjátok le a kommentben, hogy szerintetek ez szentségtörés vagy sem. Illetve írjátok le kommentben, hogy szerintetek milyen motor illik egy Skyline-ba, hiszen nem mindenki csak az RB motorral használja ezt az autót, hanem van, aki ugye Amerikával, vagy van, aki akár egy JZ-vel. Na most valaki egyből meglátja ezt az autót, micsoda amerikai izomgép, azt a mindenit. De azért nézzük meg jobban. Ez egy Nissan. És ott bukik le, hogy ott az S14. Ott van. Dimitri Jukot sikerült meginterjúvolnunk. For the qualification, the goal is to P1. And the tandem ROM, the goal is P1. Easy. That's it. The top easy. Is easy, yeah. És adtunk neki két darab matricát is. Egyik oldal. Egyik oldal. Másik oldal. Másik oldal. Másik az eső. Esik. Esik szemerkél. Srácok, F22 Eurofighter. Aki nem tudná, az M2-es BMW-ből készült ez itt. Az a lényeg, srácok, nem tudjuk, hova valósiak a fiúk, de hogy tehát, van a könnyítésnek pár formája. Van, amikor az úgy vagy vele, hogy ezt az elemet levágom, átcserélem egy üvegszálas elemre. Na de van egy másik fajta szint, amit ezeket srácok csináltak. Tehát lecsupaszították vázig a gépjárművet, és full karbon. Teljes mértékben full karbon az egész. Tork alapácsa, kérem szépen személyesen. Ami még hagy egy kis kívánnivalót maga után. A tetőcsomagtartó. Drift autó. Echte Origi BMW tetőcsomagtartó. AGK Eurofighter. Talán a legfontosabb információ erről az autóról, hogy brutálisan össze van rakva, és hogy olyan 50 és 55 millió forint közötti összegnek felel meg a kész verzió. Srácok, tudjátok, ugye az előző vlogunkban szerepelt a Subaru, amit Máté vezetett, én pedig az anyóson ültem. Egy ugyanolyan típusú négyajtós Subaruba a srácok belelapátoltak kettő jézét. Azért az erőteljesen észrevehető, hogy a boxer motor, hogy a méretek úgy, meg az keresztben van, ez meg hosszában, és sikerült nekik bepréselni, de az látszik, hogy azért itt egy százas nem nagyon tudnék leejteni, az az igazság, hogy ne akadna meg valamibe.
Ádi! Na mi van, niggerek? Csá! De már most így live-ban, meg minden, menjetek a picsába, összesen beszéltünk meg semmi. Nem, pont, nem. Pont ez a lényeg, pont ez a lényeg. Ilyen, amikor valaki lámpalázatja. Ez van, amikor egy drift versenyen lesz a körödés. Megállt minden. Klinikai halál. Ne add fel már. Hát ott már én is adom fel, látom, hogy már vízbe lépek. Teleszem spa, 1500 forint per fő, tagoknak ingyenes. Sebesség Fesztivál 2019, az Inkár Timmel és Sancho Motorsport Egyesülettel zárunk. Iszonyatosan jó volt, megint rengeteg élménnyel gazdagodtunk, most már csak élvezzük a végét. Szevasztok, srácok! Kérlek szépen, akkor jön a helycsedés támadás.